Származási hely Magyarország. Ez látható a nyíregyházi búzatéri piac egyik húsboltjának marha hús részlegén. Január 15-től már találkozhattak a vásárlók ilyen és ehhez hasonló megjelölésekkel, de kizárólag a sertéshús esetében. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a nagykereskedésekben nem címkék, hanem zászlócskák jelentek meg az egyes áruk előtt. A januári országgyűlési határozata arról szólt, hogy a származási helyet és ha eltérő, a vágási helyet is fel kellett tüntetni. Múlt hét szerdától ez a megoldás már minden állatra érvényes. A cél az, hogy az emberek még tudatosabban válasszák meg a termékeket. Július 15-től nem csak a sertéshúsnál, a többi frissen vágott terméknél és előhűtött terméknél fel kell tüntetni a származási országot. Ez kiterjed a baromfira, meg a marha húsra is, birkára is egységesen. Nálunk egységesen a húsnál is, meg a baromfi és marhánál is ki van írva, hogy származási ország. Nekünk elég egyszerű, mert a baromfi is, meg a sertéshús, marhahús is Magyarországról származik, tehát nem kell külön felzászlózni, felcímkézni, meg külön feltüntetni, mindegyik belföldről származik. A koronavírus tetőzésének idején a piacok eladópultjain is eleget kellett tenni különböző fogyasztóvédelmi intézkedéseknek. A legfontosabb, hogy mind az eladók, mind a vevők védve legyenek a fertőzés veszélytől. Megtörtént a térelválasztás, tehát a eladó is eladóteret elválasztottuk a vásárlóktól egy üvegplexittel, minimalizáltuk a végső soron a kontaktust a vásárlókkal. Törekszünk arra, hogy kiírtunk mindenhova, hogy nálunk bankkártyával lehet fizetni. Aki tud azzal fizetni, tehát preferáljuk, előnyben részesítjük. Szent Miklós János hozzátette, ennek az üvegfalnak néha megvan az a hátránya, hogy nehezebb a kommunikáció a vásárlókkal. A pultban dolgozóknak egyébként egymás között is tartani kell a szükséges védőtávolságot, és a korábbiaknál is gyakrabban kell fertőtleníteni az eszközöket.